Sziasztok, itt Syndacway Headquarters, és visszatértem ugye a Red Adventures-ba. Eztnél a háznak a rejtélyénél tartottunk igazából, és nagyon arra a döntésre jutottam, hogy valószínű, hogy mi ezt tovább folytassuk, kell hozzá a Rock Smash. Emiatt én most ezt a házat itt hagynám, és folytatnám enélkül az ilyen sidequest megcsinálása nélkül továbbra is az utamat, és ugye csak erre tudjuk folytatni. És itt van egy porigon. Igen, ez egy porigon. Jobb, ha követem, porigon egy ritka Pokémon. És itt van Green. Ez te vagy! Ez a porigon a tiéd? Te kaptad ezt a porigont? De itt az a szomorú, jó mindegy, ezt tudom, hogy fel van cserélve a Green meg a Blue. Mindegy. A Celadon City Game Cornerben szerezte ezt a porigont. Most az a baj, hogy nagyon nem tudja kezelni szegény porigonkát, mert most nekem le kéne győznöm, és egy nagyon durván 30-as szintje van, és tudja a Recovert. Az nekem nem jó. Nézzük, a Solar Beam az mennyire üt be. Eléggé be fog szerintem. Úgy is van, okos. De jó használja sajnálatos módon a Recovert is. A Agility, tök mindegy, hogy gyorsabb, mert szerintem eddig is gyorsabb, vagy eddig nem volt gyorsabb. De így se gyorsabb, mert utána meghasználja a Curse, nagyon buta. Most kinyírja a Solar Beam, az biztos. Ezt nem értem, miért akad be néha a játék. Na mindegy, szóval azért nem volt most a rész egy ideig, mert nyaralni voltam, meg ugye játszok a Platinummal is, és arra is akarok időt szenni, meg nyilván tehát nem csak játszok, dolgozok, meg Pokémon Go is azért elvesz időt. Valójában. A Growth-ot azt most nem akarom megtanítani, elégedett vagyok Saurnak a movesetjével. Köszi! Majd még találkozunk sajnos. Hey, várj! Többet szeretnék hallani arról a Porygonról. Bocsi, de van más dolgom. Hát ez... kis köcsög. Mi volt ez? Pár órával később. Már megint te vagy? Mit csinálsz itt? Azta! Egy Ninetales! De jó. Légy szíd, az mehet rá. És most cserélek, most tuti cserélek. Poli vagy Kanga? Legyen Poli. El kéne menni Pocket Centerbe is, mert azt egy elfelejtettem. Na mindegy. Jó safeguard, tök mindegy, mert volt egy persze, szerintem nem nyírta ki durva. Bodyslam elintézi. Confuse Ray, tök mindegy, mert a... hogy hívják el? Akkor is a Bodyslam elintézi. Leechseed alap és két kör után elintézte volna, és Lex meg akarja tenni a Pursuit-ot, és azt mondom igazából, hogy ez már jobb, mint a Leak, szóval... nincs paralízis esélye, de erősebb, és ugyanúgy a szellem típusok ellen jó. Így... azért mondja, normál típus nem üti nagyon a szellem típust. És ezért kéne nekiket sötét vagy szellemtámadás. Mi a fenét csinálsz? Én gyengítettem le. Talán. De az én pokelabdám volt az, aki elkapta. Na, ez az enyém. Hehe. Bocsi. Na, majd még később találkozunk számolni. Okay, szóval amit akartam az, hogy visszamegyek a Pocket Centerbe. Mindenféleképpen. Még mindig nincs nyitva a Celadon Gym. Ez viszont hihetetlen, mert le akarnám nyomni. Talán még Erika azt hiszem, hogy egy olyan líder, akivel még harcolni is lehet. Na mindegy, most megnézzük esmételten, hogy nyitva van-e. Oké, nem, még mindig nem tudok vele harcolni. Akkor haladjunk tovább. Velünk ott van egy északi út is.
Nézzük itt, milyen Pokémonokat lehet elkapni. Spiro nem kell igazából, velünk berakjuk Pikachu-t elsőnek, hogy egy ilyenek vannak. Á nem, Saurus-t meg Polivresset nyomjuk fel először szokásosan ilyen izével. 30-asra. Togi az? Csak úgy van a tímemben, mert nagyon nem akarom használni igazából. Dodu, azt is el lehet itt kapni, azt se nagyon akarok. Mit akarok használni? Milyen volt? Venusaur, Pikachu, Snorlax, Polivrez? Ja, persze, Aerodactyl, Gyarados, ilyenek. Ilyenek vannak még. Togit nem nagyon szeretném használni, és miért laggol? Bocsánatot kérek. Megint laggolt. Most a felvevő rendszer. Ezeket nem értem. Szerintem igazából a gépem nem való arra, hogy ilyeneket vegyek föl, de nem baj. Legalább a hang az marad, és igazából nagyon semmi nem történik. Most emberekkel beszélgetek éppen, és nézem, hogy merre kéne. Oké. Okay. Várjunk itt ezzel a csávót, ezt a csávót kihagytam. Micsoda? Jó. Ez furi egy beszélgetés volt, de akkor nem erre kell tovább jönni valószínűleg. Sőt, biztos is. Ezekkel a Doduók ellen meg nem nagyon szeretnék harcolni, mert nem kell nekem ez a Pokémon. Rendben. Erre tudok csak tovább menni. Oké. Okay. Jenny Örmester nagyon jó harc. Ó, megkaptunk egy Sharpbeak-et, az nagyon jó. Egy olyan item, ami növeli a repülőtípusú támadások erejét 10%-kal. Nyilván ezeket nem kompetitíven lehet jól használni az ilyen itemeket, hanem ilyen végigjátszásokban. Edzem kell a Porygonomat, szóval készülj föl. És most így kihív, tehát ez mi? Jó, Goldákkal kezd, az nekem nagyon jó. Razor Leaf-fel simán elintézem, remélem nem tud semmilyen Psychicot, következő részért hívva bele is hal. Hát igen, ettől a Confusion-től féltem, pláne hogy ott is van a Confuse, de a Razor Leaf kinyírja, hál' Istennek. Saurus sok XP-t kap, Lex még többet. Charmeleon, na, el is intézi Saurust, de nekem erre itt van Polivrez. Ugye ilyenkor harcoljunk normálisan, ahogy azt kell. Amúgy is setre van beállítva a csatamód. De ő is normálisan akar harcolni. Ha tudja, hogy Charmeleon meghal, de legalább lelassítja nagyon Polit. Itt nem lesz csereké, nem szépen, itt Ice Beam lesz. Úgy is van. Wing Attack, az viszont nagyon durván beütött, és az Ice Beam nem nyírja ki. A Wing Attack megint beüt, és egyelőre 2-2 Pokémonunk halott. Snorlaxnek ez egy ingyen XP lesz most, ha sikerül kinyírnia. Márpedig miért ne sikerülne, ugye? Azta, és Machoke jön, őt el kéne altatni. Ebben reménykedek, és hogyha most nem támad, hanem mondjuk cserél, nem, Belly Drumot próbálunk, de támadott sajnos. Itt nem sikerült a Belly Drum, viszont innentől kezdve a Tackle az durván beüt, és gyorsabbak vagyunk nála. Vagy lehet, hogy nem vagyunk gyorsabbak. Igen, nem voltunk gyorsabbak, csak olyat próbált. Olyan mozdulatot, ami gondolom ilyen Circle Throw talán, aminek ilyen negatív a prioritása. Na mindegy, Water Pulse-szel elintézzük. Kangát ezért szeretem, mert nagyon nagy diverzitású a movesetje. Próbáljunk egy Focus Punch-ot, mi van, hogyha nem támad, de támadott sajnos. Megint megpróbáljuk, és most nem támadott, és így viszont a Focus Punch nagyon durván beüt. Nem is annyira durva. Water Pulse, azt se ütött annyira vészesen durván igazából. Na, csináljuk vissza a speededet, nem szeretem, hogy ilyen magas.
És Pikachu az utolsó Pokémonunk, és neki is ugye ez az utolsó Pokémonja van, mint Porygon, viszont Pikachu egyből kinyírja. Kanga meglepően erős. Kanga meglepően erős igazából. Ez az, győztem. Ja, gratulálok. Hol van a Night Ace, amit elkaptál? Nem használom. És kaptam egy Machu Brace-t, az asszem, az mit csinál? Valami harcos típussal van kapcsolatban szerintem. Ice Stone, az mi? Szerintem ez ilyen... Cloyster átalakítása van, most fene se tudja. Nem? Szerintem ez az, hogy növeli a támadást, viszont a speedet csökkenti. Ez szerintem ez lesz. Szóval visszamegyünk Celadon Citybe. Az ok az, hogy meglátogatjuk a Pocket Centert, mert nagyon leverte a csapatunkat. Ez a Flanya Green. De legyőztük legalább, és egyenlőre ugyanúgy állunk, mint ő. Tehát, és jegyezzük is meg, hogy van Goldák, jött Charmeleonjából lesz meg Charizard. Ninetales, Porygon, ez egy durva tímje van. Volt még Machok, meg... mivel győzte le a... Ja, Scyther tényleg, Scyther. Scyther, ez durva. Szerintem ezek jó kis csaták lesznek. Azt kérdezte, hogy tudtam-e, hogy a Hoenn régióban kettőféle bicikli van. Persze van a Machbike, meg az Acrobike. Viszont Saurusnak ezek remélem ingyen XP-k lesznek. Az első Graveler azért többet ütött be, mint amennyit be kellett volna ütnie. Ezt így elmondom. Lex viszont 26-os. Snorlaxet nagyon húzom, mert ő belőle tényleg az egyik... Itt van Bon Jovi. Okay. Szóval Bon Jovi is, John Bon Jovi is a játék része, és Saurus nem ezt a meccsapot szereti. Ezt nagyon, nagyon nem szereti. Misszelt. De én vagyok hülye, miért automat nyomok a Thunderre? Na mindegy. Na nézzük, metronóm. De megint Whirlwindet próbál, de miért? Ez hihetetlen. Nem is értettem, hogy miért a Whirlwindet próbálkozik. Jó, kinyírtam. Végül Togi is kapott random XP-t, és... Valljuk be, nem rossz. Jó, a statik az most paralizál sajna. Lexnek túl kell élni ezeket, hát... olyan speciális védelme van, hogy Pikachu-t meg kell ölnie, meg is ölte. Viszont van paralízis hírem, ugye? Super poti. Ezt használunk Lexen. Egyet. És itt a paralízis hírünk, király. Szóval Togepi is random 6-os szintre nőtt, pedig őt nem is akarom ugye fejleszteni. Mert most ebben a generációban csak Togepi lehet belőle, és az úgy még gyenge nagyon. Hornetek egész sokat vitt. Maradok benn Bulbasaurral, mert Bulbasaur nem tud megmérkeződni igazából. Poison Sting-től sem. Szóval megéri. És a Double Edge azért visz annyit, hogy... Ja. Hogy ki tudjam nyírni. Nidorinát ugyanúgy Leech Seed. Szerintem most Leech Seed-et egy Razor Leaf kombóban inkább. Razor Leaf-ből több van, meg nincsen Ricochet Damage. És 10 HP-t töltök vissza egy Leech Seed-tel. A Bite-tal azzal meg úgy, ahogy elment. Újjaj. Jó, a Leech Seed azért életben tartott eléggé Saurust, de itt most már el kell használni még egy Super Potit. Ezért mondod, hogy alul vagyok szintezve egy picit, de azért annyira nem is vészes.
nézzük, a 17-es útra érkeztünk, mit lehet itt elkapni. Most úgy gondoltam, két részt veszek föl nektek, mondjuk az egyiket a mai napon, másikat pedig egy valamelyik következő napon. Veszem föl, mert, vagy hogy most veszem föl, csak hogy kapjátok meg, mert egy nap két rész azért ne, de tényleg úgy szeretném, hogy rá is érjek minden másra is, ne csak ezt csináljam, pedig szívesen csinálom ezt nektek. Ez a rock climb mennyit vitt? Hihetetlen, hogy a gravelerek nem halnak meg egy razorleafbe. Mondjuk ez fizikai támadás, és ezért fizikai védelmük van, de akkor is. Nem szeretem, hogy itt a gravelerek akcióznak nekem. Nézzük, Farfetch Dead el kéne intézni. Aerial Ace nem vitt sokat, Thunderbolt viszont. Ez van sát. Hogy élte túl? Ez számomra nagyon durván rejtélyes. Ez a Farfetch'd túlél akármilyen elektromos támadást. Jó, alacsonyabb szinten vagyok, de akkor is, na. Saurust visszacserélni, vagy? Itt mi van? Slam annyira durván sokat nem vitt. Részér, újjaj. Ah, viszont Onyxnek nincs olyan jó védelme, és ő belehal egy részérni. És Saurus 30-as szintű, végre valahára. És ilyenkor Kongát berakom elsőnek. Mert miért ne? Mi van rajtad? Tick Club. Ja, csak úgy azt rád raktam. Lucky Egg volt Saurusom, és azt most odaadom. Mindig aki elő van, most éppen Kanga kapja meg, hogy sokkal több XP jusson neki. Őt már legyőztem, királyság, téged? Ő egy punk gyerek, itten keres valamit. Coughing, Weezing, Firo, ugye? Nem, ez a Kanga nagyon jól néz ki. Nem tudom, nekem tetszik, nem tudom ti hogy vagytok vele, de... Na nézzük például itt az Eretikét. Focus Punch-ra próbáljuk kinyírni. Pursuit. Na, Focus Punch megint. Sucker Punch, az így is hat. Ilyen, ezt sem tudtam. Na nézzük, most kell Sucker Punch-olnod. Nem, most Scary Face-t játszottál, az megint lehet. Hát hagyjad már a Sucker Punch-ot, jó van, elfutok. Nézzük, mennyire lesérítettem egy ilyen csatába, mert a Focus Punch az nagyon ritkán üt be, ugye? Mert kb. Neki se szabad támadni. Na nézzük viszont ez a Shelder, ez a Rocktomptól is durván sérül. Ja nem, mert ő csak szimplán víztípus? És viszont most beüt a Focus Punch. És hogyha a Focus Punch beüt, akkor az mindig durva sebzés. Na most Protect-el fenébe. Ice Shard, ezzel próbálkozik. Én viszont... Super Potit használok, mert tényleg szeretném, hogy Kanga fejlődjön most. Azért nehéz ez a csata, mert nézzétek meg, 6 szinten nagyobb ez a Shelder. 6 darab szinten nagyobb a Shelder, ráadásul van Priority Move-ja is. Ezt használja is rendszeresen. Azért durva, hogy Ice Shardos Shelderek vannak itt. Ez ellen szerintem cserélnem kéne. Kanga így is sok XP-t kap, de ezt a retikétet nem bírná legyőzni sehogy se. Miért Ice Beam-et használok? Rejtély. Jó, megfagyott, így viszont jó. Úristen, hogy tud megfagyni? Ilyen fontos pillanatban. Kanga már 23-as. Jó, ezt a retikétet is. Hál' Istennek, Poli ki tudta nyírni. Te se akarsz harcolni? Harry! Oké. Okay. Ő itt most edz vagy valami? Ó, találtam Leftovers-t, ez de jó! Az majd Snorlax-re jöhet. Vagy, amíg nem Snorlax-re, addig simán jöhet, tehát vagy Snorlax, vagy Saurus. Ez a kettő, aki nagyon megérdemli a Leftovers. Chandler?
Azt mondja, hogy könnyebb lefele viccelőzni, mint felfele, de ez egyértelmű. Hogyha én is... Ja, akkor csak így lejöttem volna. Mennyivel könnyebb lett volna, na mindegy. Ah, itt is van egy pokelabda, soda pop, az visszatölti az életet. Most ezt el is használjuk, mert foglalja a helyet, viszont mondjuk Kangának kéne élet. Kanga nem használta ki teljesen. Ah, ez az igazi élet. Ouch. Ti emberek nem néztek szét, hol álltok? Ne menj közelebb Lady Erikához. Ja, itt van Erika. No. Most mi történik? A Bulbasaur és... Versus Kangaskhan. Kangaskhannak pont erre nincs coverage move-ja. Igazából nem is tudom, kit rakjak be, mert mindenki tökre le van sérülve. Pikachu-ra esett éppen a választásom. Itt teljesen full randomba. Speed Boost, növeli a speedemet! Paralízis, ott van a paralízis, király. Double Team, hát hogyha nem talál el. Oké, ezzel most így elharcolhatunk. Jó, ez nem jött be. Ez a taktika, most nem jött be, viszont Kanga most már ki tudja nyírni egy diggel. Kell az XP-t, valószínűleg ki fogok kapni, hogyha itt sokan elkezdenek ellenem harcolni, tehát vissza fogok kerülni Celadonba. Ez eléggé valószínű. Makoff! Ne, a Lucky Egg-en! Menj a fenébe, kis köcsök. Felesleges cserélgetnem, mert itt tényleg valószínűleg meg fogok pusztulni. Aha, pont akkor paralízis, amikor támadnék. Na mindegy. Na Polit becserélem, neki van egy Ice Beam-je, talán őt legyőzöm. Oh, yeah. Poli, erről van szó. Imádlak. Kér elnézést tett az embertől, mert tényleg ők álltak rossz helyen. Ó, oh, Jim Butterre kihívtam őt. Aha. Szóval a harca velem döngette, valamit akar nekem mondani, és vissza kell mennem Celadonba a gymhez, és akkor azt ő el is mondja nekem. Viszont... Én itt fölfele nem fogok viccelyozni, mert futva gyorsabb, ami azért furi, tehát fölfele még akkor is gyorsabban viccelyezik az ember. Meg legalább nem csúszok vissza. Na jó, mindegy. Elhiszem, hogy ez így valósághű. Ebben a részben akkor kb. Annyi történt, hogy megkerestük ezt az Erika gyereket, és fejlődtünk mindenféle téren, és most a fű Pokémonok ellen mit csináljunk, ugye? Nagyon nincs Pokémonunk ellene, tűz Pokémonunk nincs, repülő Pokémonunk nincs. Snorlax! Meg Kangának meg olyan coverage move-ja nincs. Ilyenkor lehetne szétnézni a témák közt, viszont következő részben itt folytatjuk. Szindeku és az erő legyen veletek. Sziasztok!